Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Először nézzük híreink tartalmát röviden. Ikonok, miseruhák, keresztek. Bővült a Szerb Egyházi Múzeum gyűjteménye. Ki, hogyan készül? Egy hónap van az iskola kezdésig. Somogyi Győző metszetei és Cseh Tamás dalai. A Szentendrei Mangaléria kővágó őrsön. Egy hónap és elkezdődik az iskola, ez már az az időszak, amikor a szülők számba veszik, hogy a gyermekeiknek mire van szükségük. Stábunk a szentendrei családokat kérdezte, hogy ki hogyan készül a szeptemberi iskola kezdésre. Másfél hónap telt el a nyári szünetből. Habár az iskola kezdésig még van egy hónap, a szülőknek már lassan el kell kezdeni beszerezni a tanszereket. De hogy ki mennyire várja a szeptemberi suli kezdést, erről kérdeztük a gyerekeket és szüleiket. Úgy készülök, hát megveszük a tanszereket, meg ugye ilyeneket szoktuk. Milyen tanszereket választasz ilyenkor? Mi így a fő dolog, ami nagyon fontos neked? Ezek a kis füzetek, meg... Ceruzák, tolltartó, meg ezek. Hanyadik osztályba mész, és ez mit jelent számodra ez az osztály? Hatodik osztályba megyek, és azért szerintem ez azt jelenti, hogy már nem ötödikes vagyok, vagy nem első, vagy felsőben első, hanem inkább ilyen másodikos, így a felsősök között. Uh-huh. És hogyan készülsz az iskola kezdésre, vagy készülsz-e már így egy hónappal előtte? Hát, annyiból készülök, hogy a kötelező olvasmány úgy haladozik, és már lassan vége lesz, de úgy alapból nem annyira nagyon. Mik a kötelező olvasmányok, miknél tartasz most te? Egri csillagok. Hogyan kell majd ebből teljesíteni, mit tudsz erről? Hát annyit tudok, hogy írni kell olvasólapot, és ugye a tanár azt így megnézi, és akkor így valahogy lesz, nem nagyon értek hozzá. Franciskának még különlegesebb lesz a szeptemberi iskola kezdés. Most lesz első osztályos. Nagyon szeretnék már iskolába járni, és nagyon fogom szeretni a társaimat, meg a tanítónénimet. Nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is nagy kihívás, ha a legnagyobb gyermek kezdi meg az első osztályt. A Rai családban Franciska már a második, így a szülőknek sem kell annyira aggódniuk. Első gyermekes iskolába menetelt, ezt már átéltük, úgyhogy ez a második, ez már jóval lazább. Nem izgulok én annyira, hogy valamit el fogunk felejteni, vagy valami kimarad, vagy lemarad. Azon se izgulunk annyira, hogy hogyan fog a gyerek majd viszonyulni, mert úgyis mindenre lesz idő. Az iskolában is az első 2-3 hét csak ilyen beszoktatásos időszak, nincs is tanulás, hanem így a közösséget próbálják kialakítani. Én azt vettem észre a nővérén, hogy tulajdonképpen az első-második osztály a beszokás időszaka, és harmadiktól kezdődik meg az az igazi iskolába járás, meg tanulás, meg délutáni bepakolás, felkészülés, hogy a másnapra így az ő saját dolgait is tudja menedzselni, úgyhogy azoknak, akiknek először megy mondjuk iskolába a gyerekük, mindenképpen azt mondom, hogy mindenre van idő, tehát a gyereknek is van ideje hozzá alkalmazkodni az új helyzethez, úgyhogy nem kell annyit izgulni. Franciskát is a Barcsaiba iratjuk be, és főleg azért, mert mi még mindig ott lakunk, ahol én gyerekkoromban laktam, abba a lakásba, onnan költöztek el a szüleim és a testvéreim, úgyhogy én is abba az iskolába jártam, ahova ők járnak, és ezért így meleg, mivel az az iskola van a legközelebb, evidens volt, hogy én nem akarom őket hordozgatni, ezért abba az iskolába irattam be, meg még sokan vannak azok közül a tanárok közül is, meg az iskolaigazgatónő is most ment nemrég nyugdíjba, és most úgy látom, hogy az új vezetés is azt a vonalat követi, ami eddig volt. Tehát egy ilyen biztonságérzetem volt azzal kapcsolatban, hogy alsóban mindenképpen jó kezekben vannak a gyerekek, és fölsőben meglátjuk, hogyha együtt marad az osztályközösség, akkor nem fogjuk mi se elvinni máshová, mert az a cél, hogy ebbe az életkorban jó közösségben legyenek a gyerekek. De vajon vannak-e olyan tantárgyak, amelyeket a nyáron is elővesznek a diákok, vagy legalább használják az iskolában megszerzett tudást? Környezet, informatika. Ezeket miért gondolod hasznosnak? Hát a környezetet azért, mert ugye mindig körülvesz valami, és úgy jó tudni, hogy Sasper kb. Hol van, és az informatika meg azért, hogy mondjuk, ha eltévedek, vagy ugye megyünk valahova, akkor ki le tudjam leste, hogy mi hol van, meg hogyha mondjuk valami van ilyen, tehát
hogy mondjam, az április elsője, ilyesmi, akkor tudjam, hogy hol, merre van, hogy ne tudjanak anyukáig megszivatni annyira. Aha. És még visszatérve így a beszerzett dolgokhoz, mik szoktak lenni ezek? Mik azok, amiket édesanyádék, illetve apukádék előnyben részesítenek, és mi az, amit te vagy, egyezik-e ez a kettő? Hát olyan kettő az, hogy valamikor egyezik, valamikor nem annyira akaródzik, és kb. Én nekem így vagyok ezzel. Mik azok a plusz dolgok, amiket te mindig szeretsz, hogyha megvan így a toltartódban vagy a táskádban? Festék, pasztel, kréta, meg úgy egy ilyen üres vagy félig üres hát, boríték vagy valami hasonló mappa vagy ilyesmi, ilyen kis dolgok. Ugye mondjuk mindig, ha kapunk valami papírlapot, akkor ebbe el tudom tenni. Ami megnyugtató lehet még a tanulóknak, hogy még a teljes augusztus rendelkezésükre áll, hogy kipihenjék az előző tanév fáradalmait, hogy utána teljes erőbedobással kezdhessék meg tanulmányaikat. Egyre több műtárgyat láthat a közönség Szentendre főterén a Szerb Egyházi Múzeumban, Magyarország legnagyobb állandó szerb egyház művészeti kiállítását május 25-től látogathatja a közönség. Gyertyatartók, ikonok, kelyhek, paténák, keresztek, különböző műtárgyak, amelyek a szerb ortodox liturgia részét képezik. A gyűjtemény korábban a püspöki székesegyház kertjében volt, de május végétől a szerb felekezeti iskola helyére költözött, Szentendre főterére. A kiállítás megnyitóján jelen volt Soltész Miklós, nemzetiség és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Vladan Vukosavljev, szerb kulturális és tájékoztatási miniszter, és Irinej pátriárka, a szerb ortodox egyház vezetője. A tárlat május 25-től látogatható. 1964-ben nyílt meg a múzeumunk első állandó kiállítása. A püspökségnek a volt gazdasági épületében, a felújított gazdasági épületében, amely a Székesegyház kertjében található, illetve a püspöki palota mellett. Tehát 1964-ben létesült az első állandó kiállításunk, de már a 80-as évek elején ez az épület eléggé rossz állapotba került, és a 80-as éveknek a második felében megtörtént az épület felújítása, és 1990-ben ugyanebben a felújított épületben létesült a múzeum második állandó kiállítása. Az épület komplexumban viszont az állandó kiállítás mellett voltak a múzeumi raktárhelyiségek, a könyvtári raktárak és a levéltári raktár. Már a 80-as évek végén láttuk, illetve világos volt, hogy a raktár kapacitás az kicsi, kevés, és ez főleg problémát jelentett már a 90-es évek második felében. Tudnélék, nagyon sok levéltári anyag került beszállításra, különböző magyarországi szerb egyházközségekből került beszállításra levéltári anyag. És hát a mai napig igazából ez a levéltári anyag helyhiány miatt nem került megfelelő módon feldolgozásra. A múzeum kiköltöztetésével, illetve pontosabban az állandó kiállítás kiköltöztetésével a Pátriárka utcából, ide Szentendre főterébe, a valamikori szerb felekezeti iskola épületébe, lehetőségünk nyílt arra, hogy bővítsük a raktárkapacitásainkat, elsősorban a levéltárra vonatkozó raktárkapacitásainkat a Pátriárka utca 5 szám alatt. Az épületet a magyar kormány több mint 600 és a szerb kormány 150 millió forintos támogatásával újították fel és alakították át múzeummá. Számos előkészületre volt szükség, először is az egész épület komplexumot ugye újra kellett gondolni építészetileg, az új szárny, a Görög utcába érő új szárny teljesen új homlokzatot kapott. A belső terek struktúrája igazából megmaradt, kivéve a régi és az új szárnynak a kapcsolata. Itt a állandó kiállítás szintjén ez egy szintre jutott igazából, tehát a lépcső rész az kikerült a középső részből. Természetesen ez az építészeti ugye része,
a dolognak, de hát a múzeum szempontból mi már körülbelül egy 10 éve készültünk már erre a kiállításra, elsősorban a műtárgyak restaurálása, feldolgozása, bemutatása szempontjából. Ezt az új állandó kiállítást előkészítettek, két időszaki kiállítással készítettük elő. A fő partnerünk ebben az Újvidéki Matica Srpska Galéria volt. Az Újvidéki Matica Srpska Galéria Szerbia egyik vezető állami múzeumi intézménye, olyan, mint mondjuk nálunk a Magyar Nemzeti Galéria, és az ő restaurátor műhelyük nagyban segítette munkánkat. Két kiállítást is szerveztünk a galériával együttműködve. Ezek a kiállítások bemutatásra kerültek Újvidéken, Szentendrén, Brüsszelben és Moszkvában is az Andrei Rublev Állami Múzeumban. Hogyha ikonokról beszélünk, akkor ugye Európában a legjelentősebb ikonmúzeum, úgymond, a Andrei Rublev Múzeum Moszkvában. Tehát ez egy tényleg egy nagy léptékű dolog volt a múzeumunk történetében, és ezek a kiállítások előkészítették igazából ezt az új állandó kiállításunkat is. Az Egyházi Múzeum állandó kiállításának nagy részét a püspöki székesegyház kertjéből áthozott műkincsek teszik ki, de emellett néhány ikont magyarországi szerb családok ajánlottak fel. Valamint az Újvidéki Matica Szerbszka Galéria is jelentős segítséget nyújtott a tárlat létrejöttében. Az alapját a múzeumnak a Szentendrei püspöki kincstár képezte. Tudnék, ugye 1690-től Szentendre püspöki székhely, a Belgrád székesegyház egyben a püspökségnek a fő székesegyháza is volt. Nagyon sok műtárgy köthető a püspöki palota kincstárához, illetve a székesegyháznak az anyagához. Viszont a múzeum megalapítása után, 1964-től nagyon sok ikon került a múzeum gyűjteményében a magyarországi szerb templomokból. Tehát itt nem csak szentendrei egyházművészeti vonatkozású alkotásokat látunk, hanem egész Magyarország területéről. De mégis nagyon hangsúlyosan szerepelnek azok a műtárgyak, amelyek eredetileg a szentendrei püspöki kincstárban voltak, illetve egész a múzeum megalapításáig 1964-ig. Első helyen talán a harmadik Arszénye Csárnovics pátriárkának a portréját említeném. Itt nálunk Szentendrén található a pátriárkának a legkorábbi portréja. Harmadik Arszénye Csárnovics pátriárka a szerb történelemnek egy nagyon kimagasló személyisége volt. Tudnélik, ő volt a szerbek élén a 17. század végén, amikor történt egy kísérlet arra, ugye Magyarország felszabadulása után a török uralom alól történt egy kísérlet arra, hogy a Balkán is felszabaduljon. A pátriárka élére állt a különböző török ellenes felkeléseknek, tehát ő vezette, illetve próbálta koordinálni a Balkán félsziget felszabadítását, szoros kapcsolatban volt Lipót császárral. A múzeum vezetője Vukovics Kosta már észrevett több hiányosságot is, így ezeket szeretnék folyamatosan pótolni és javítani. Az alsó szinten jelenleg a püspökségnek a portrégyűjteményéből lehet látni egy válogatást, de később egy multimédiás történeti bevezető lesz megtekinthető. Két művész alkotásait mutatja be a MANK Magyar Alkotó Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A Kővágó Őrsi Művészeti Napokon. Somogyi Győző festőművész és grafikus metszeteit, Cseh Tamás archívum fotó és grafikai kiállítását, valamint a zeneszerző dalait viszi a Kőfesztre a MANK Magyar Alkotó Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A Diófa alatt című programmal induló Kővágó Őrsi Művészeti Napok augusztus 8-a és 11-e között várja az érdeklődőket Kővágóörsön, a Káli-medence fővárosában. Végül a várható időjárásról. Pénteken főként a Dunántúlon lesz sokfelé eső, zápor, zivatar. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A szél zivatarok környezetében feltámadhat. 22 és 31 fok közötti maximumokat mérhetünk.
Adásunk végén nézzük legfontosabb híreink tartalmát még egyszer, röviden. Egy hónap és elkezdődik az iskola. Stábunk a szentendrei családokat kérdezte, hogy ki hogyan készül a szeptemberi iskola kezdésre. Egyre több műtárgyat láthat a közönség Szentendre főterén, a Szerb Egyházi Múzeumban. Magyarország legnagyobb szerb egyház művészeti kiállítását május 25-től láthatja a közönség. Két művész alkotásait mutatja be a MANK Magyar Alkotó Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A Kővágó Őrsi Művészeti Napokon. Önök a híradót látták, maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan Fókuszban című magazin műsorunk következik. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Friss hírekért keressék fel a weboldalunkat, a szentendre.media.hu/tvszentendrét, ahol élőben is nézhetik adásunkat. A közösségi oldalakon is folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!